Kapitális bikát lőttek Nagykanizsa határában a bőgési szezon kezdetén. Az erdőgazdasági dolgozók vadásztársaságának területén esett a vad. A szarvas trófeájának súlyát mintegy 14 kilósra becsülik. Több szempontból különleges az elejtett vad a vadásztársaság számára. Ritkán esik a területen ilyen trófea tömegű szarvasbika, előzetes becslés alapján 13,5 kg körül lesz majd az agancs hivatalos bírálati tömege, mondta el Góber Zoltán, az Erdészeti Dolgozók Vadásztársaságának elnöke. Külön büszkeség az EDVT számára, hogy az egyik tagjuk ejtette el a vadat. Ismertük a bikának az előző évi hullajtott tagancsát, tudtuk nagyjából a korát ebből következtetve, illetve a becsült súlyát, és kimondottan kerestük vendégvadászokkal ezt a szarvasbikát, és hát így sikerült is terítékre hoznunk. Külön öröm számunkra, hogy egy magyar vendégvadász ejtette el ezt a szarvasbikát, aki nem mellesleg tagja vadásztársaságunknak. Én azt gondolom, hogy ez egy picit számunkra is különleges dolog, hiszen a trófea, ez a kapitális trófea Magyarországon marad, egy magyar vadásznak fogja majd a halált díszíteni, és hát viszi majd hírünket egy kicsit itt szűk hazánkba is.